Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold és egy hold finsternis szeptember 18-án. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Szeptember 18-án teli hold van, ami megvilágít valamit, megvilágít bizonyos témákat. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll, és ilyen esetben a nap meg tudja a holdat világítani, tehát teli hold látható. Itt Közép-Európában érezhető lesz a hold finsternis. Egy hold finsternis, vagy egy nap finsternis, akkor van, amikor egy teli hold, vagy egy új hold a kármikus csomón van. Tehát finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Két kármikus holdcsomó létezik. Az egyik a lefele mozgó kármikus csomó kétú. Jelenti a múltat, jelenti az érzelmeket. Mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Kétú jelenleg a szűz jegyében mozog, és ott marad 2025. április végéig. Kétú 18 évenként tér vissza erre a pozícióra. Kétúval szemben van Ráhú, a felfele mozgó kármikus holdcsomó, ami jelenti az anyagiakat, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és jelenti a jövőt, jelenti a változásokat. Ráhú, ez a felfele mozgó kármikus holdcsomó a halak jegyében van, és ott marad 2025. április végéig. Ráhú szintén 18 évenként tér vissza. Nos, most egy teli hold van, a nap és a hold szemben van, a nap a szűz jegyében, és találkozik kétúval a szűz jegyében, a lefele mozgó kármikus csomóval, ami utal a múltra, utal érzelmekre. Ezzel szemben a hold a halak jegyében mozog, és találkozik Ráhúval a felfele mozgó kármikus holdcsomóval, ami jelenti a jövőt, megvilágítja az anyagi dolgokat. A szűz jegyében nem csak a nap van, és a lefele mozgó kármikus holdcsomó kétú, hanem Vénusz bolygó is. És kihat az eseményekre. Vénusz bolygónál rólunk hölgyekről van szó, vagy a téma lehet a párkapcsolat, a szerelmi kapcsolat. Ezzel szemben a halak jegyében van Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó, és a hold természetesen, és a halak jegyében van egy visszafele tekintő Neptun bolygó. Ez a visszafele haladó mozgást utal a múltra. Visszafele kell tekinteni. Neptun bolygó. Nagyon jól érzi magát a halak jegyében, hiszen Jupiter bolygó mellett uralkodik a halak jegye felett. Tehát Neptun bolygó itt a halak jegyében
otthon érzi magát. Neptun bolygó kicsit titokzatos. Jelenti ugyanis az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ha megvan a hit, és hiszünk ebben a tervben, ebben az elképzelésben, akkor Neptun bolygó szerencsét hoz, és egy álom megvalósulhat. Viszont, ha nem hiszünk ebben, és úgy gondoljuk, ó, ebből úgysem lesz semmi, akkor csalódottnak érezzük magunkat. Itt vannak kármikus témák most. Lehet, hogy a múltban ezt így élted át, hogy csalódások voltak, de itt most Rahu, ez a felfele mozgó kármikus csomó, ami jelenti a jövőt meg a változásokat, kihat az eseményekre, tehát próbálj megváltoztatni valamit a hozzáállásodon, hogy bízz abban, hogy egy álom megvalósulhat, ezzel szemben Vénusz bolygó a szűz jegyében kihat a párkapcsolatra, a szerelmi témákra, tehát ez lehet egy fő téma most a párkapcsolat. Van egy kvinkunx aspektus ezen a napon, egy visszafele haladó Szaturnusz bolygó és Merkur bolygó között. Itt vannak fontos témák, beszélgetések, Merkur bolygónál lehetnek cselekvések, szerződések, vagy lehet kommunikáció is. Mivel Szaturnusz bolygó visszafele tekint, ez jelentheti a múltat, hogy valaki keresi veled a kapcsolatot és visszatér a múltból, vagy nálad vannak ilyen tervek, hogy felveszed valakivel a kapcsolatot, akivel már régóta nem találkoztál, nem beszéltél. Ez a kvinkunx aspektus a két bolygó között, Szaturnusz bolygó és Merkur bolygó között kivált bizonytalanságokat. Tehát erre lehet számítani, amikor kommunikációról van szó. Vagy azt jelenti, hogy nem tudod, hogy érdemes-e valakivel felvenni most a kapcsolatot, vagy ez az illető bizonytalan, az is lehet, hogy lesz beszélgetés, de nem tudod, hogy a másik mit akar közölni veled, vagy mik a tervei, mert nem mondja ki nyíltan. Tehát ezek lehetnek most a témák. A kommunikáció, a biztonság érzete, az elképzelések, az álmok, ezeknek a megvalósítása és a szerelmi témák. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!